Ez a kívánság szolgálat a heti tévé kívánság műsora. Jó napot kívánok mindenkinek! A mai gondolatot a Szabó Magdától hoztam önöknek, és így szól. Mihelyt valahonnan kétséges a távozás lehetősége, mindenki menni szeretne, de tüstént. Elérhetőségeink ma is rendelkezésre állnak, írhatnak nekünk Facebookon keresztül, vagy akár SMS-ben is kérhetnek, üzenhetnek. Bíztatom önöket, éljenek ezekkel a lehetőségekkel. Beszélgetés is lesz a mai adásban, László Attila majd telefonon keresztül kapcsolódik be. Az a László Attila, aki angol, magyar, német és svájci diplomás táncpedagógus, többszörös nemzetközi és magyar bajnok, a Magyar Táncművészeti Egyetem életmű elismerés birtokosa, és főképpen ez utóbbi elismerésről fogunk majd beszélgetni. Ma is az önök üzenetei kapják a főszerepet, ezek közül álljon itt az első. Szabóné Piroska gyermekét, Saroltát köszönti 22. születésnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot és álmai megvalósulását kívánja neki. New York, New York, erről énekel Nyári Károly. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These are wonderful shoes. I'm longing to stray right to the very heart of it. And sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These a little town blues are melting away. I'll make a brand new star of it.
Ahogyan ígértem önöknek, a mai műsorban telefonon keresztül kapcsolódik be László Attila, nemzetközi táncpedagógus, többszörös nemzetközi és magyar bajnok, a Magyar Táncművészeti Egyetem életmű elismerés birtokosa, és régi ismertségünkre való tekintettel nézzék el nekünk, ha a legnagyobb tisztelet és udvariasság mellett tegeződni fogunk. Szervusz Attila, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és mindenek előtt a legutóbbi elismeréshez szívből gratulálok. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk. Nem is az én érdemem, hanem azoknak az embereknek az érdeme, akik körülvettek engem és segítettek egy életen keresztül. Olyan hatalmas életpálya áll már most mögötted, ha az önéletrajzodat végignézem, akkor rengeteg helyen megfordultál, rengeteg végzettség birtokosa vagy. De talán most közelítsük meg ezt a beszélgetést onnan, hogy nem oly régen kaptad meg a Magyar Táncművészeti Egyetem életmű elismerését. Ehhez szívből gratulálok, mint az előbb is mondtam, és egy picit erről mesélj nekünk, hogy történik ez a valóságban. Megcsörren a telefon, hogy kedves Attila, lenne egy díjunk az ön számára, elfogadja? Hogyan képzeljük el ezt a gyakorlatban? Mi történik a háttérben? Egyrészt 33 évvel ezelőtt kezdtem el tanítani a Táncművészeti Főiskolán, akkor még balettintézet volt, és hát természetesen a testnevelési egyetemmel együtt párhuzamosan volt lehetőségem arra, hogy nappali tagozatosokat, illetve művészek képzőket, balettmestereket az Állami Operaházból, és a társastánc iránt érdeklődő hallgatókat oktathattam. Te hogyan mentél neki ennek a pályának, hiszen azért ez egy hullámvasút is lehet, hogyha valaki így előre tekint és a jövőjét tervezgeti, hogy ebből megélni, ilyen szintre eljutni valami hihetetlen nagy munka és rengeteg energia kell hozzá. Inkább szerencse. Igen? Inkább szerencse. Egyrészt a következő, ami talán nagyon fontos, hogy gyerekkorom óta a sport és a mozgás az nekem alapvető követelmény volt, és azt a lehetőséget megkaptam, hogy sportolhattam, illetve gyerek, 8 évesen már táncolhattam, hiszen volt egy testvérem, aki nálam jóval idősebb volt, és nem volt táncpartnere, és hát az öcsét nyúzta. Igen. Hát innen indult a táncterület, a másik teniszező voltam már 12 évesen, és egyéb sportokat műveltem a mai Népstadion és intézményei területén, hiszen ott nőttem föl, és ez nekem egy olyan lehetőséget adott, illetve a nevelés, és hozzátéve még egyszer a szerencse. Igen. Tehát maga az, hogy egyrészt az alapállás, ami nekem nagyon fontos volt, az egész életemen keresztül a szeretet, a türelem, a tolerancia mások iránt, és ezt nevelésbe kaptam, és valahogy ez sikerült. Az eredmény pedig gyakorlatilag jött. A szerencsém ugye az volt, hogy egy nagyon érdeklődő voltam, minden után alkalmazkodni tudtam a körülményekhez, és volt egy olyan művészi alázatot, hogy a nálam okosabb emberektől szívesen tanultam, és ők segítettek. Talán ez a mottoja az egész. A tánc mellett nagyon-nagyon magas szinten foglalkozol a viselkedés kultúrával is. Akár ez egy önálló embert is igényelhetne, csak maga a viselkedés kultúra rész. Ez az irány hogyan alakult ki az életedben? És itt ugye nemzetközi szintéről is beszélhetünk akár. Hát miután magyar bajnokként sokat utaztunk nemzetközi versenyekre, és majd itt a partnernőket ugye meg kell említenem, hiszen 1965-ben az első hivatalos magyar bajnokságon Módi Júliával, aki szintén a Táncművészeti Főiskola, illetve egyetem tanára volt, docense, nyertük az első magyar bajnokságot 1965-ben. Igen, így, igen. Kicsit így visszamegyek az időben, és ez azért fontos, mert az első hivatalos magyar táncsportbajnokság volt. Utána 1966-ban az első Szavária táncverseny magyar bajnoki címét nyertük, majd egy másik partnernővel, Szatocsek Klárával, viszont 1971-72-73-ban évente két magyar bajnoki címet szereztünk, azt már a Szombathelyi Szavária
Tánc Klub színeibe. Ezek ám az eredmények, de a viselkedés kultúrára egy mondatot még szálljunk, mert közben időnk ám maximálisan lejár. Így van. A nemzetközi versenyekre történt kijutás alkalmával nagyon sokszor tapasztaltam, hogy 5 csillagos szállodába vagy nagyon elegáns helyen kellett étkezni. Állandóan figyeltem a külföldi versenyzőknek a viselkedés, főleg az angolokét. Hiszen az angolok, illetve az angol táncosok mind olyan családból jöttek, ahol ez természetes dolog volt. Nem tudtuk, hogy 9 evőeszköz közül melyikkel kell kezdeni egy ilyen 5 csillagos szállodába, és egyszerűen ez a handicap, ez a probléma, hogy én nem tudtam úgy viselkedni, tehát érdeklődővé a viselkedés kultúra iránt. És ezért volt egy nagyon nagy dolog, hogy több mint 20 évvel ezelőtt a Nemzetközi Viselkedés Kultúra Szervezet egyedüli magyar tagja lettem. Ez annyit jelent, hogy rendszeres információkat kapok az Európai Unió új viselkedés kultúrájáról, amit aztán kollégáknak és ismerősöknek továbbadok, aki érdeklődik. Attila, az a javaslatom, tegyünk ide egy vesződ gondolatjelet, folytassuk egy következő alkalommal ezt a beszélgetést, akár így a koronavírus után itt személyesen a stúdióban is, és még egyszer szívből gratulálok az elismeréshez, és istenhetessen születésnapod alkalmából nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, mi pedig Radics Sándor felvételével megyünk is tovább.
Álljon itt egy újabb üzenet, Sándor Ferenc párját, Keresztes Hajnalkát köszönti 43. születésnapja alkalmából. Sok boldogságot kíván neki. Millió rózsaszál, énekel Magyar Rózsa. Békés Imréné a saját kedvére kérte a következő felvételt, egyúttal szeretettel küldi minden ismerősének. Mikor fönn az égen száz csillag kigyúl, énekel Turay Kis Mária. Mikor fönn az égen száz csillag kigyúl, csend vonul a tájra, a zaj elcsitul, nem is hallja senki, mit szívünk zenél.
Módos Katalin Szegedről írt nekünk. A következő felvételt egy korábbi adásunkban látta és hallotta, és ha lehetőség van rá, szeretné újra kérni. Természetesen szeretettel küldjük Bródy Jánostól a Város karantén idején című dalt. A város, ahova hívlak, nincs a térképeken. Ne kérdezd, hol van, ha akarsz, jöjj velem. Eltévedt utcák, rejtett udvarok, színes tűzfalak közt érzem, otthon vagyok. Vidlátó lámpák magányos tereken, vén mogorva ajtók kitárulnak nekem. Zárkózott pincék, kopasz háztetők titokban őrzik az elveszett időt. Házban fedett futballpálya van, hagylalt kapható a kapuban. Az utca sarkán néhány bohóc mindig áll, rögtönzött műsoruk csupa báj. Kivágott fiúk kéz a kézben járnak, ha nincsen bánatuk. Álmodó házak és álmos emberek fáradtak mindig, különben kedvesek. Az ablakokban rendezett az előadás, sokféle műfajt megtalálsz. Itt élek én is, ahol szabadon száll a dal, a városban, mely ápol és eltakar. Műsorainkat vissza tudják nézni YouTube csatornánkon is, a YouTube keresőbe írják be a műsor címét, kívánságszolgálat dr. Klement Zoltánnal, sőt, biztatom önöket, akár iratkozzanak is fel erre a csatornára, így első kézből értesülhetnek a frissen feltöltött, megtekinthető videókról. Tartogatunk még egy üzenetet a hozzátartozó dalkéréssel. Molnár Pálné klubtársainak Gyöngyösre küldi a következő dalt, reméli a jövő héten végre tudnak találkozni. A következő felvételen közreműködik Toki Balog Ernő és zenekara, énekel Smidélius Éva, a dal címe Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
Legközelebbi szeretettel várom Önöket, tartsanak a heti tévével. Én itt a kívánságszolgálat adásában hétfőn, szerdán és pénteken számítok a figyelmükre. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra!